A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy kicsit visszatekintünk a múltba, annál is inkább, mert idestova 5 esztendeje, hogy a Los Angeles-i LAFEM nemzetközi filmfesztiválon debütált a Hit kiárusítása című dokumentumfilm, amelyet a Vatikáni Rádió magyar adásának székesfehérvári gyökerekkel rendelkező munkatársa Somogyi Viktória és az Emmy-díjas Jeff McIntyre, amerikai operatőr, producer készített. Ugye ezt bemutattuk mi is, itt már mint láthatták önök is Székesfehérváron a Szent Sebestyén templomban, egy pódiumbeszélgetés keretében, illetve láthattuk a Szent István művelődési házban, és szerte a világban tesszük hozzá. Erről fogunk beszélgetni vendégem Somogyi Viktória, természetesen a Vatikáni Rádió munkatársa, aki egyébként most Amerikából érkezett haza, otthonról hazajött, ha úgy tetszik. Szervusz, Viki. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást, Lajos. Amerikáról is szó esik természetesen, ugyanakkor a film, illetve a film utóélete, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen több fórumon, több portálon, illetve több formában is folytatódik ez a, én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus történet. Templombezárások jelenségét dolgoztátok fel, amelyek olyan méretet öltöttek az USA-ban, ami azt hiszem, hogy példátlan mindenféle szempontból. És korán sem véletlen, hogy nem csak a hívők kapták fel a fejüket erre, hanem nagyon sok mindenki, aki az alapvető emberi jogokért harcol, illetve kell, hogy harcoljon ebben a felgyorsult 21. századi világban. Kezdjük talán egy kicsit idézzük meg, hogy honnét jött ez a gondolat, hiszen azt hiszem, hogy ennek súlya van, méltósága van. Az amerikai látogatásaim során kerestem föl újságíróként is ezeket a magyar közösségeket, amelyeket 100-150 évvel ezelőtt alapítottak, és a mai napig tartják a templomaikat, őrzik a hagyományaikat, magyar szentmiséket tartanak, magyar rendezmények vannak ezekben a templomokban, plébániákon, és felkeltette az érdeklődésemet ez a téma, hogy valójában ezek a magyar templomok az Egyesült Államokban, én elsősorban ezekről beszélek, mert nem ismerem a kanadai, illetve a világ más részén lévő magyar templomokat, ezek a templomok nagyon fontos közösség építő és közösség megtartó szerepet töltenek be, azon túl, hogy szociális hálót is biztosítanak az újonnan érkezetteknek. És a 2010-es évek elején érkeztek hozzám olyan kétségbe ejtő hírek, hogy kezdik elveszteni ezek a közösségek a templomaikat, és így a Vatikáni Rádió munkatársaként bár interjúban hírt adtunk erről a jelenségről, úgy gondoltam, hogy érdemes lenne filmformájában is elkészíteni, feldolgozni ezt a témát, mert szélesebb közönséget tudunk megszólítani, és pontosan ebből a célból nem magyarul, hanem angolul készült egy amerikai filmessel, Jeff McIntyre-rel a film, hogy még szélesebb közösségeket elérjünk. Nem csak katolikusokat érint, nem csak magyar katolikusokat érint ez a probléma az Egyesült Államokban, hanem más etnikai közösségeket is, lengyeleket, litvánokat, franciákat, és az ottani helyi amerikai katolikus egyház plébániáit is. Igen, hát a katolikus egyházról beszélünk, ugye tudjuk, hogy Amerikában is igenis létezik katolikus egyház, ezt nagyon sokan kétségbe vonták mindez idáig, hiszen egy egészen más világot képzeltek el, mármint hit szempontjából, és ez részben így van, de igenis nagyon fontos a katolikus közösség élete mindennapjai. Hogy sikerült a mélyére ásni ennek a történetnek, hiszen a filmből megtudhatjuk, hogy igen, itt vannak hátulütői, van egy eredője is ennek. Igen, én teljesen ártatlanul azt a kérdést tettem föl, hogy miért zárnak be ezek a templomok, és ennek jártunk a végére, amikor
láttuk az első forgatási kör után, hogy igazából nem beszélhetünk csak a magyar közösségek templomairól, mert nem egy buborékban élnek ezek a közösségek, hanem betagozódnak a helyi katolikus egyházba, tehát az amerikai katolikus egyházba, és ami a katolikus egyházat érinti ott társadalmi egyéb szempontból, az hatással van közvetve vagy közvetlenül ezekre a kis etnikai közösségekre is. És aztán így tárult elénk az, hogy igazából a hagyományos, talán jobban ismert okok mellett vannak más okok is, amelyek miatt bezárásra kerülnek ezek a templomok. Tehát ugye, amiket általában jobban ismerhetnek a nézők is, hogy kihalóban vannak ezek a bevándorló közösségek. Az Egyesült Államokban nincsen állami támogatás az egyházaknak, tehát minden közösség önfenntartó. Ha ugye kihalnak a hívek, akkor nincsen adományozás, nincsen elegendő pénz a templom mindenféle szintű fenntartására, és mivel a hivatások is, ugye a papi hivatások is visszaesőben vannak Magyarországon és a határon túli magyar közösségekben is, így kevesebb lehetőség van arra, hogy az egyházmegyék kiküldjenek magyar nyelvű papokat, tehát ezek mondjuk azok, amiket ismerünk. És aztán a 2000-es évektől, ami a katolikus egyházban, az Egyesült Államokban egy súlyos problémává vált, az a vélt vagy valós egyházi visszaélések kérdése. Ennek következtében, hogy kerül ez mondjuk a templom bezárásokkal kapcsolatban úgy, hogy az egyházmegyéknek ugye az áldozatok kártérítését finanszíroznia kell. Ugye azt tudjuk, hogy volt Bostonban 2002-ben egy olyan visszaélési botrány, ami az eredője ennek. Itt a Spotlight film ezt részletesen tárgyalta. Ennek a folytatása lehet az, amit említettél, hogy nem csak a magyar, hanem a lengyel és egyéb katolikus egyházi templomokat is érintette. Igen, tehát közvetetten érinti ezeket a közösségeket, pontosan abból kifolyólag, hogy az egyházmegyék átszervezésekor, tehát a templomok bezárása, közösségek átszervezése, plébánia közösségek átszervezése esetén esetleg 3-4 közösséget összevonnak egy templomba, így 3 másik templom felszabadul. Tehát ezekben a folyamatokban, amik kánonjogi eljárások, tehát egyházjogi eljárások keretében zárják be a templomokat, előfordul az, hogy mondjuk a magyar közösséget összevonják más, mondjuk hispán, tehát spanyol, latin-amerikai közösségekkel, vagy lengyelekkel, és egy mondjuk egy litván közösséggel is, akkor a 4 templomból megmarad egy templom. És ilyen esetben nem csak a magyarokat, hanem más etnikai közösségeket is érinthet az, hogy elvesztik a templomaikat, és akkor a másik templomban van lehetőségük, hogy folytassák. Ezt részletesen tárgyaljátok a filmben. Igen, igen. Én azt kérdezzem meg, hogy hogyan sikerült ezt úgy megvalósítani, hiszen nagyon is jól tudjuk az eredményeit, az 50, legjobb 50 film közé került ez abban az időben, és valóban olyan dokumentarista stílusban, ami Jeffen McIntyre-től természetesen elvárható. Őt például hogy sikerült meggyőznöd, hogy ezt vállalja? Nagyon érdekes, Ferenc pápa megválasztásához kötődik a történet. Egy amerikai újságíró került mellém egy ilyen nemzetközi újságírói eseményen, és elkezdtünk beszélgetni. Ő mondta, hogy hát neked milyen projektjeid vannak, és mondtam, hogy éppen gondolkozom azon, hogy egy magyar témájú filmet, dokumentumfilmet készítsek, amikor megemlítette, hogy ó, hát nagyszerű, akkor összehozlak azzal az ismerősömmel, akivel én is dolgozom a saját projektjeimen, és így kezdődött el Jeff-fel a beszélgetés, akkor még egy másik magyar témáról volt szó, de aztán a templom bezárások problémájának az előtérbe kerülése miatt végül erre esett a választás, és végül is ő, mint kívülálló, nem katolikusként nagyon jó egyensúlyt teremtett a filmben, és ő nyitott volt bármilyen projektre, ezzel aztán nekivágtunk.
makulátlan lett egyébként, és ez bizonyosan megerősítést jelent számotokra, hogy egyik oldalról, ugye beszéltünk arról, hogy a fesztiválokon abszolút sikert aratott. A másik oldalról viszont tovább vitte ezt az ügyet, hiszen így vagy úgy, de talán kénytelenségből, de be kellett szállnia már Rómának is. Abba, hogy itt döntés szülessék arról, hogy leüljünk és beszéljük meg, hogy mi történik, vagy mi történhet a következő időszakban, hiszen azért itt a katolikus egyházban Rómán múlik minden, ha úgy tetszik. És hát ez nyilván nektek köszönhető. Hát mi a filmmel megpróbáljuk megtenni azt, amit tudunk. Ugye éppen az elmúlt 2-3 évben volt tervbe véve, hogy Rómában, a Vatikánban is népszerűsítjük a filmet. Hát ezt egy tolvonással ugye áthúzta a Covid járvány, de valójában, tehát a kánonjogi folyamat részeként, amikor az egyes plébánia közösségek megkapják a helyi püspöküktől a bezárásra vonatkozó vagy összevonásra vonatkozó dokumentumot, akkor a kánonjog előírásai szerint kell lépéseket tenniük, tehát válaszolhatnak a püspöknek, hogy kérvényezve, hogy ne zárja be a templomot, ha a püspök mégis úgy dönt, hogy bezárja, akkor megfelelő időn belül kell fellebbezniük a papi kongregációhoz, hogyha az nem sikerül, akkor mehetnek tovább az apostoli szignatúrához, ami mondjuk a legfelsőbb bíróság a katolikus egyházon belül. Úgyhogy ez egy nagyon komoly folyamat, amit nehéz módosítani vagy befolyásolni, ugyanakkor nyilván azokkal a példákkal, amiket a filmben bemutatunk, és nyilván azokban a levelekben, amelyeket az adott plébánia közösségek eljuttatnak a Vatikánban, értesülhetnek arról a pusztításról, ami a templomok bezárásával jár. Független, egymástól független egyházjogászok, akik segítik ezeket a közösségeket, illetve a Pew Institute, ami egy híres statisztikai intézet az Egyesült Államokban, megállapították ezek a források, hogy több mint 30-40% ezeknek a plébániáknak a tagjai közül elhagyja a katolikus egyházat a templombezárások folyamata miatti keserűsége után, mert elfogadhatatlannak tartja az eljárás módját. Itt természetesen különbséget kell tenni azok között, a templombezárások között, amelyek a természetes kihalás vagy elköltözés következtében következnek be, mert ott senki nem emeli fel a hangját ez ellen, ez egy természetes folyamat. Itt mi a filmben azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, ahol az adott plébánia közösség úgy látja, úgy tartja, hogy fent tudja tartani a templomát, és a pap ellátását is tudja biztosítani, és mégis a püspök úgy dönt, hogy muszáj bezárni a templomot, és összevonni más közösségekkel. Igen, abban egyetérthetünk nyilván, hogy a templom az egyik legfontosabb referenciapontja a katolikus egyháznak, annál is inkább, hiszen az adja meg a keretet mindahhoz, amit Jézus hirdetett, ha úgy tetszik. És ezért is nagyon fontos, de utána Rómában, ugye, ha jól tudom, folytak tárgyalások arról is, hogy ezeket a papokat megkérdezzék. Most ezt én így kérdezem, hogy miért is született meg ez a döntés? Tehát igen, például ugye a Clevelandi Szent Imre templom esetét dolgozzuk föl, legmélyebben az áll a film középpontjában. Ilyen esetben, tehát az ő esetükben konkrétan is a Vatikánból többféle eljárás is indult, és ennek köszönhetően jutott el odáig ez a folyamat, hogy végül nem zárták be a templomaikat. Tehát nyilván egy egyházmegyében, a katolikus egyházon belül, az egyházmegyében a püspök rendelkezik teljes hatalommal, és ő dönt, és az ő döntése mondjuk úgy, hogy szent, és ugye a szubszidiaritás elve alapján működik a katolikus egyház, tehát hogy a problémát a helyi szinten, a legalacsonyabb szinten kezeljük, és akkor, amikor ez mondjuk nagyobb problémává nő, akkor
kerül a Vatikánhoz. Igen, tehát volt mondjuk a clevelandi esetben, hogy a Vatikán a püspök döntésével szemben úgy határozott, hogy ki kell nyitni azokat a templomokat, amelyeknek a közösségei fellebbeztek a papi kongregációhoz. Ugye ez a film figyelmet kapott, ha úgy tetszik, Philadelphiától Los Angelesig. Ez mit jelentett a számotokra? Hiszen, és ráadásul természetesen itthon Magyarországon is, hiszen erről beszéltünk. Számtalan tévébe mutatta, itt Székesfehérváron is volt, ahogy említettem, már két bemutató. Igen, ez a téma valójában az Egyesült Államokban hétköznapi szinten létezik, mert nem az Egyesült Államok minden területén zárnak be templomokat, de vannak olyan a gazdasági élet megváltozásával, a cégek gyárak bezárásával, ugye a lakosság elköltözésének következtében elszegényedik egy régió, ugye ez a clevelandi terület is ezek közé tartozik, és akkor ott előtérbe kerülnek a templombezárások. Tehát úgymond ezzel a témával megtaláltuk az amerikai közönséget olyan értelemben, hogy senki nem foglalkozott korábban ezzel a témával, nem dolgozták föl se film, se könyv, semmilyen formában, azon túl, hogy néha-néha megjelenik egy-egy cikk a sajtóban, de nem mélységében foglalkozik ezzel a témával. Úgyhogy gondolom, hogy ennek köszönhető a nagy érdeklődés az Egyesült Államokban, hogy nincsen más film vagy könyv, amihez nyúlhatnának ezek a kétségbeesett plébánia közösségek, amelyeknek fogalma sincs, miért is lenne, hogy hogyan kell egy ilyen esetben eljárni a kánonjog előírásai szerint. Hát részedről ez egy küldetés. A küldetés első fele volt tehát a film. És akkor gondoltatok egy nagyot, gondoltál egy nagyot, könyv, illetve egy olyan weboldal, a Mentsük meg templomainkat. Én azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben teli találat, hiszen egy kicsit tovább mentek, hiszen ahogy olvasom, a Mentsük meg templomainkat célja, hogy összegyűjtse és megőrize egy helyen a virtuális térben a világszerte épült magyar, elsősorban, de nem kizárólagosan katolikus templomokat, amelyek történelmi, kulturális és egyházi örökség részét képezi. Nem folytatom, mert itt jószerivel a teljesség igényével benne van, hogy miként és mire szól ez a felhívás. Úgy gondoltad, hogy mindenképpen folytatni kell a film sikerén felbuzdulva, és most már egyrészt, tehát a Vatikáni Rádió munkatársaként és itt katolikusként ezt másként nem megy? Arra gondoltam, hogy a filmmel elindultunk egy úton. Az volt az első állomás, és annak a filmnek az volt a célja, hogy a köztudatba bevigyük ezt a témát. Én ugye a film ehhez végzett kutatásaim során nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy se a magyar sajtóban, se a magyar katolikus sajtóban nem foglalkoznak ezzel a témával, az Egyesült Államokban sem. És gondoltam, hogy ez jó, hogyha a magyar hívek elé is kerül, és nem csak a katolikusok elé, mert hogy ez alapvetően nem is csak egy katolikus kérdés. Tehát az amerikai magyar templomok szerintem, megkockáztatom, hogy azon túl, hogy a hit átadásában fontos szerepet töltenek be anyanyelven, nagyon fontos szerepük van a közösségek megőrzésében, megtartásában és a szociális hálóképzésében. Emiatt Magyarországon is, akár a nem vallásosokat is érdekelheti ez a kérdés, mert itt egyben a történelmi, kulturális örökségünk részét is képezik ezek a templomok, tehát ezeknek a megőrzése fontos lehet sokak számára. Tehát a filmnek ez volt a célja, hogy bevezessük a köztudatba, hogy létezik egy olyan probléma. Azon túl, hogy szeretnénk hidat képezni a magyarországi katolikus, vagy nem katolikus közösségek, és ezek között az amerikai, mondjuk ilyen végvári harcot vívó közösségek problémái között, hogy megismerjük, hogy részesei legyünk az ő életüknek is, és elősegítsük kölcsönös együttműködéssel azt, hogy
esetleg megmenthessük ezeket a templomokat. És akkor ezen túl, ezután jött az az ötlet, hogy jó, hogyan mehetünk tovább. Tehát nyilván, és nagyon hálás vagyok ezért neked, Lajos, hogy többször is ugye bemutatták itt Székesfehérváron is a filmet, rendszeresen tudósítasz róla, írsz cikkeket, és hogy itt is megszólalhatok erről, hogy akkor ezután a közönség bemutatókon túl menjünk tovább. Mi a következő lépés? És akkor jutott eszembe, hogy jó lenne összehozni egy, én nem vagyok egy történész, nem vagyok egy tudós, de ami a film összeállítása során elém került anyagokból mondjuk összeállt a fejemben, érdemes lenne megosztani ezt másokkal, akiket ez a kérdés esetleg érdekelhet, a templom bezárások vagy a templomok megvédése kérdése. És akkor összeállítottam most az elmúlt évek során egy kis ilyen ismeretterjesztő könyvet, ami remélem, hogy majd hamarosan megjelenik, és ezen túl a következő lépés pedig az volt, hogy jó, hát akkor, hogyha tájékoztatjuk az érdeklődőket erről, és mondjuk esetleg a kormányban dolgozókat is, akik ezen a területen is mondjuk dolgoznak, de nem sok ismeretük van, és gyorsan akarnak tájékozódni, azoknak esetleg segítséget nyújthat ez a könyv. És ezen túl pedig, hát ha fizikálisan esetleg nem is tudjuk megmenteni ezeket a templomainkat, akkor próbáljuk meg digitális módon megmenteni. És innen jött az ötlet, hogy létrehozzak egy weboldalt, amelynek a magyar elnevezése ez, hogy mentsük meg a templomainkat. Az angol elnevezése pedig az, hogy savethechurches.org, és ezen a címen található meg az érdeklődők számára, ahol egy térképen, egy világtérképen szeretnénk összegyűjteni a valaha a világ bármely pontján épült magyar templomot, ami még él és működik a magyar közösség kezelésében, vagy már más közösség kezelésébe került, vagy már lerombolták. És aki felkeresi ezt a weboldalt, a keresőbe be lehet írni nyugodtan a Google-ba, hogy mentsük meg a templomainkat, ki fog jönni az oldal. Ott van egy formanyomtatvány, amit ki lehet tölteni. Ezen mindenféle információk rajta vannak. Mi a templom neve, hol található, mikor épült, mikor rombolták le, mi a templomnak a története, a papok, akik ott szolgáltak, és milyen egyéb épületek tartoznak a plébániához, a közösségen belül milyen társulatok, mondjuk rózsafüzér társulat, vagy cserkész csapat működik, vagy működött ennél a templomnál, milyen egyéb leírásokat tudnak adni, a templomon belül milyen magyar vonatkozású kegytárgyak, szobrok, díszablakok vannak, az épületen kívül milyen szobor található, videókat és fotókat is fel lehet tölteni, és akkor ezáltal lépésről lépésre, digitális formában talán előbb-utóbb meg tudjuk őrizni. A cél a közösségi erőfeszítés jegyében. Van. Tehát nem pusztán a fizikai megmentésen van a hangsúly, hanem egy közösségépítő erőt jelent is a hitten túl és a hittel együtt természetesen. Igen. Jó. Én érdeklődéssel várom mindenképpen, hogy kíváncsi vagyok, hogy ki mindenki kapcsolódik be. Nincs kétségem felőle, hogy nagyon sokan lesztek, mert én azt hiszem, hogy ez valóban egy olyan misszió, ami követésre érdemes. Beszéljünk egy kicsit még a rádióról, a vatikáni rádióról, hiszen tudjuk, hogy mostanában nem Rómában vagy. És hát azért az elmúlt időszakban mindenki Rómára figyelt. Gondolok itt elsősorban a Szent Atya halálára. Ezt miként éltétek meg, érted meg? Igen, hát 16. Benedek halála személyesen számomra nagyon megrázó volt. Talán pontosan azért is, mert 2004 májusától dolgozom a Vatikáni Rádióban, tehát II. János Pálnak az utolsó évét élhettem meg elsőként, és utána 16. Benedek pápaságát, majd most ugye 2013 óta Ferenc pápának a tevékenységét követjük, illetve arról adunk hírt. Ugyanakkor számomra tényleg meghatározó volt, tehát ugye az első jelentős évek Benedek pápa pápaságához kötődnek az én munkámban.
És minden nap az a tevékenység, hogy lefordítottuk a beszédeit, így nagyon közel kerül az emberhez, a személye, és hát nyilván nagyon hálásak lehetünk, hogy közvetíthettük a gondolatait a magyar hívek számára. Úgyhogy hozzám nagyon közel állt a pápasága, és ez is, hogy az utóbbi, mégis közel 10 évben visszavonulva imádkozott az egyházért, és próbálta támogatni utódának a tevékenységét. Ez is egy nagyon szimpatikus hozzáállás volt részéről, és nagyon mélyen megérintett ez, hogy most 95 évesen elhunyt, olyan volt, mint egy ilyen őrangyal valamilyen formában az egyház fölött, ezekben a nagyon sok kihívással teli nehéz időkben. Nehéz volt végignézni a temetést, hozzáteszem. No, hát én mi mást kívánhatnék? Valóban egy kérdés, még egy kérdés. Mit kívánjunk neked, hiszen rövidesen vissza kell, hogy utazz. Hát lehetséges, hogy elég erőt a vállalások megvalósításához, mert mindig azt gondolom, hogy túlvállalom magam, és aztán utána futok a dolgaim után, de igyekszem azért tényleg ezeket a munkám mellett vállalt kezdeményezéseket is előrevinni, és ebben mindig nagyon hálás vagyok neked, hogy, és ebben az legújabb projektben is, hogy itt beszélek először erről a weboldalról és a könyvről is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy beszélhettünk róla, és érdeklődéssel várjuk, és természetesen beszámolunk a további fejleményekről. És akkor jó itthon létet, köszöntjük édesanyádat, mindenkit, köszönöm, akihez hazajöttél otthonról, és az ottaniakat is, és hát bízom benne, hogy rövidesen fogunk találkozni újra. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Előbb vagy utóbb Rómában, vagy itt Székesfehérváron. Így legyen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Somogyi Viktória, Vatikáni Rádió munkatársa volt. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.